look. Szevasztok srácok, én Ádám vagyok, és el is érkeztünk a következő videónkhoz, amiben nem másról lesz szó, mint a JBL Extreme nevű hangszórómról. Mielőtt elkezdődne a videó, én annyit szeretnék leszögezni, hogy ezt a hangszórót én szeptember végén vásároltam, és hát kb. 2,5 hónapom volt rá, hogy így kipróbáljam, és tapasztalatot gyűjtsek róla. Ezáltal szeretném róla elmondani a véleményemet, valamint egy-két műszaki adatot elmondani róla, valamint még egy-két érdekesebb funkciót is szeretnék nektek bemutatni. Ha érdekel a téma, srácok, akkor maradjatok tovább, akit meg nem, azzal meg találkozunk egy másik videóba. Szóval, srácok, az elején szeretnék egy pár műszaki dolgot elmondani nektek a hangszóróról. A hangszóróról annyit érdemes tudni, hogy egy 10.000 mAh-es aksi foglal benne helyet, amivel körülbelül olyan 15 órán keresztül tudjuk hallgatni a zenét, olyan 50 és 75%-os hangerő között. Nyilván, hogyha 100%-on hallgatjuk, akkor lehet, hogy csak 10 órát bír ki, mert nyilván az jobban eszi az aksiját. Ebből fakad, hogy mivel 10.000 mAh-es az aksia, ezért a hangszórón kapott helyet USB bemenet is, ami által tudjuk tölteni a telefonunkat, szóval powerbankként is tudjuk használni a hangszórót, hogyha arra lenne szükségünk. A következő dolog, amit érdemes tudni a hangszóróról, hogy teljes mértékben vízálló. A hátulján a bemeneteknél van egy kis cipzár, amit hogyha elhúzunk, akkor a hangszóró teljes mértékben vízálló. Ez nyilván jó, hogyha esetleg kültérre használjuk, és mondjuk fennáll a veszély, hogy beessen a vízbe, vagy víz érje, nyilván jó, bár nem ajánlanám azért senkinek, hogy mondjuk vigye be magával a Balatonba, és hogy miért is, azt majd később el fogom még nektek mondani. Valamint, amit még érdemes lenne róla tudni, amivel mondjuk esetleg az olcsóbb hangszórók nem rendelkeznek, bár mondjuk ezeknél nem meglepő, hogy van, az nem más, mint hogy van rajt mikrofon, szóval hogyha telefonon hívnak, akkor nem kell róla lecsatlakoznod, vagy külön kiválasztanod, hogy a kihangosítóval akarsz beszélni, vagy a telefonodon, hanem egyszerűen fölveszed, és a hangszóron keresztül is tudsz beszélni. Úgyhogy srácok, így nagyjából ezek lettek volna a műszaki adatok a hangszóróról. Nézzük meg egy kicsit jobban, hogy hogy is néz ki. Ugye, hogyha jobban megnézzük a hangszóró elejét, ott csak a JBL logót találjuk pirosan, más nagyon nem is találunk, ugye egy szép fekete borítása van az egésznek. Hogyha a tetejét nézzük, srácok, akkor ott találjuk meg a gombkiosztásokat, amiből összesen van 6 darab. Ezek közül így mennek sorba, hogy Bluetooth gomb, hangerő minusz gomb, bekapcsoló gomb, JBL Connect gomb, hangerő plusz gomb, valamint leállítás és indítás gomb. Hogyha, srácok, bekapcsoljuk a hangszórót, akkor annyit kell tudni, hogy a bekapcsoló gomb az fehéren ég, és hogyha rácsatlakozunk, akkor kékké változik a háttérvilágítása. Valamint a hangszóró mellett, ahogy mondtam, elhelyezkedik a JBL Connect gomb, amivel akár 99 másik JBL hangszóróra is tudunk csatlakozni, amelyikekben megtalálható a JBL Connect. Valamint még a tetején megtalálható a két kis fül, amire rá tudjuk akasztani a szíjat, aminek a végén két kampó található. Ugyanis hát azért viszonylag nehéz ez a hangszóró, és egyszerűbb úgy vinni, hogy egy szíjat ráraksz, és így mondjuk átveted a válladon, és sokkal egyszerűbb úgy cipelni, mint mondjuk a kezedbe vidd, mert azért tényleg mondom, elég súlyos. Egyébként egy páran mondták, hogy vigyázzak azért rá, mert elég hamar tönkre megy az a kis fül, amire rárakjuk a kampót, ugyanis el szokott kezdeni lötyögni, néha még ki is esni. Hát én 2 hónapja ráncigálom, és nem csak úgy, hogy szépen fölveszem, tehát néha van, hogy én is így megfogom, és így ilyeneket csinálok vele, és igazából semmi, egy picit se lötyög, semmi nincsen vele, úgyhogy remélhetőleg nem is lesz. Hogyha a hangszórónak a hátulját nézzük, akkor ugyebár ott találjuk meg az előbb említett cipzárt, ami alatt megtaláljuk a bemeneteket, amik nem mások, mint egy 3,5-es jack, 2 darab USB és a töltőnek a bemenete. Még annyit megemlítenék, hogyha teljesen csutkára lemerítjük a hangszórót, akkor körülbelül olyan 5 és 6 óra között tölt fel 100%-ra a hangszóró, ami ez egyébként egy külön táppal ellátott töltő jár. Valamint még, amit érdemes lenne megemlíteni, hogy az alján két elég masszív strapabíró műanyagból készült, inkább nem is műanyag, gumiból készült láb található, amik eléggé
megkönnyítik a dolgunkat, hogy ne guruljon el a hangszóró, ugyanis eléggé strapabírók, és eléggé jól tapadnak, és én múltkor ráraktam egy üres asztalra, és elkezdtem tologatni a hangszórót, és az asztallal együtt elkezdett mozogni. Szóval elég jók a talpai. Nos, srácok, így ezek lettek volna a műszaki adatok úgy nagyjából a hangszóróról, akkor most térjünk rá az én véleményemre. Az én véleményem a hangszóróról az, hogy szerintem mindenféleképpen megéri az árát, pláne hogy most kijött ennek a második verziója, kb. 20.000 forinttal többel, és semmivel se tud többet igazából, talán még csúnyább is lett, mert változott a dizájnja, a hangzásban meg szinte semmi különbség nincs. Azt vissza hiszem aksiba van egy kis változás nála. Szóval srácok, röviden annyi, hogy szerintem nagyon megéri az árát. Aki szereti a jó zenét, az nyugodtan megveheti, áldozhat ennyit erre a hangszóróra, mert egy csomó ideig el lesz vele. A hangzásával semmi probléma nincsen, ugyanis a legtöbb hangszórónál előfordul, hogy vagy a magas, vagy a mély hangok túl hangosan, vagy túl mélyen jönnek ki. Például sokan mondják azt, hogy a flip sorozatnál nagyon magas az összes hang, még a mélyek is, és nem nagyon adja át azokat a mély basszusos hangokat. Na most ennél nincsen probléma, mert két batár nagy basszus membrán van a hangszóró két oldalán, és nagyon szépen adja ki a hangokat, még akkor is szépen adja ki a hangokat, hogyha víz van esetleg rajta, ugyanis itt is van egy érdekesség már, hogy a hangszórónak a membrányára, hogyha raksz egy kis vizet, nyilván állítva, és elkezdesz nyomni valami jó basszusos zenét, akkor elkezd rezegni rajta víz végig mindenfele. És ha már itt vagyunk a funkcióknál, srácok, akkor még egy érdekes funkciót szeretnék elmondani nektek, ami nem más, mint hogyha bekapcsoljátok a hangszórót, és elkezditek egyszerre nyomni körülbelül 10 másodpercig a plusz gombot és a bluetooth gombot egyszerre lenyomva, akkor egy idő után kikapcsol a hangszóró. Addig nyomjátok a kettőt, amíg meg nem látjátok, hogy a bekapcsoló gomb és a JBL Connect gomb elkezd fehéren világítani, még akkor is nyomjátok, és hogyha kikapcsolt, akkor újra benyomhatjátok a hangszórót, és akkor lesz rajt úgymond egy ilyen low frequency mód, ami ugye alacsony frekvenciás módot jelent ugye magyarul, ami jobban kilöki a mélyebb hangokat minden egyes hangszóróból, szóval hogyha ilyen nagyon bassboosti zenéket hallgatsz, akkor ez egy tök jó funkció lehet a hangszóródhoz. Az az igazság, srácok, hogy sok mindent nem tudok elmondani a hangzásáról, mert szerintem elképesztő. Sokan mondják ugye, hogy tényleg, hogy nagyon olcsón is tudok venni majdnem ilyen minőségű hangszórót, én egyet se hallottam ilyet. Még ugye itthon van a Flip 3-am is, ami ugye rossz, azért vettem ezt, és néha egy picit így belehallgatok, mert egy ideig még szokott működni, de annak sincs ilyen jó hangzása, mint ennek, pedig azért az is egy 30.000 forintos hangszóró. Összvíz talán két negatívumot tudnék elmondani róla, az egyik az az, hogy ha vízbe rakjuk, akkor ugye csak az első felén van hangszóró, és hogyha vízbe rakjuk, akkor szépen lefordul az egész a vízbe. És nyilván lefelé szól akkor a vízbe a hang. Na ezt mondtam, hogy ez egy pici negatívum talán, hogyha már egyszer vízállóra megcsinálják, akkor már megcsinálták volna azt is mellé, hogy akkor ne forduljon le a víz alá, de mondom, ez nem olyan nagy probléma, mert én szinte soha nem használom úgy, hogy belerakom konkrétan a vízbe. A másik negatívum, amit szeretnék még róla elmondani, ez tényleg, ez viszont nagyon személyes problémám vele csak, hogy én szerintem az egy negatívum, hogy egyszerre többen is rá tudnak csatlakozni. Jó, nyilván nem egy rossz dolog, hogyha én is rajta vagyok, meg a barátom is, és mondjuk akar mutatni egy zenét, akkor nem az enyémen kell keresgélni, meg nem azt kell megvárni, hogy lecsatlakozzak, meg ő is visszacsatlakozzon rá, hanem akkor egyből meg tudja mutatni. Ez egy tök jó dolog, de hogyha elkezdenek veled szórakozni a haverjait, hogy hallgatod nagyba mindenféle zenét, és akkor benyomnak ilyen Cseráti Zsuzsát, meg mindenféle szart, amit utálsz, azért olyankor idegesítő lehet, hogy valahogy nem tudod őket leszedni. És ezt meg lehetne valamikor csinálni a többi hangszórón, az újabb hangszórókon. Valahogy meg kéne csinálni a következő hangszórókon azt, hogy ezt kiküszöböljék. Mégpedig valahogy úgy kéne, hogy a hangszórón be lehessen állítani, hogy melyik a te telefonod, és a te telefonodat rendelje hozzá elsőként, és valahogy esetleg a telefonodról tudjad irányítani, hogy ki csatlakozhat rá most, és ki nem, vagy
hogy lecsatlakozhat, de most még nem rakhat zenét, és valahogy, mit tudom én, egy applikációval meg lehetne csinálni, és akkor megnyomod a gombot, és akkor amíg nem veszed vissza azt, addig nem tudnak a zenét rakni, még attól függetlenül, hogyha rajta is vannak. Ez, mondom, számomra egy picit negatívum, mert azért így szoktak engem szopatni, hogy nyomom a zenét nagyba, elérkeznénk mondjuk a legjobb részhez, és akkor benyomnak valami, mit tudom én, valami depis rossz, nem tudom micsoda. Úgyhogy igazából, de ez tényleg csak ilyen személyes dolog, de egyébként nem zavaró nagyon, mert nem gyakran csinálják, de azért ha csinálják, mondjuk akkor is meg tudom csinálni, mert leütök egy nyakast, aztán hello. Na ez mindegy is. Úgyhogy srácok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha így vagytok vele, akkor nyomjatok rá egy lájkot, itt lent föl tudtok rám iratkozni. És egyébként ugye hát december van, srácok, most egy picit meg szeretném tolni a videózást. Nem azt mondom, hogy azért minden nap lesz videó, de azért most heti 2-3 videót már szeretnék azért decemberbe. Meg úgyis lassan jön a karácsony, meg minden más, úgyhogy lesz egy jó pár témám. Szóval srácok, én Ádám voltam, szevasztok!